tőzsdei kereskedés során hosszú távon csak az lehet sikeres, aki rendelkezik szigorú, prudens kockázatkezelési rendszerrel. Ennek a legáltalánosabb és legközismertebb módszere a stop-loss megbízásnak az alkalmazása, amit az alábbi ábra rendkívül jól szemléltet. Ha például egy támasz szint környezetében felveszünk egy long, azaz vételi pozíciót, és éppen nem találtuk el az irányt, akkor a stop-loss megbízás segítségével megkímélhetjük magunkat gyakorlatilag korlátlan veszteségektől, ami nélkül hosszú távon lehetetlen tartósan kimagasló eredményt elérni. Ezen kívül figyelni kell a pozíció menedzsmentre is, miután meg kell határozni, hogy minden egyes pozíció mekkora a maximálisan elszenvedhető összeg. Ebből kifolyólag minden egyes pozíció tőkearányosan ugyanakkor a kockáztatott értékkel rendelkezik. Illetve időtávon, kereskedési időtávtól és terméktől függően mindenképpen figyelembe kell venni, főleg részvények esetében a gap, azaz rés kockázatot, ami ellen még a stop-loss megbízás sem véd. Tehát főleg részvényekkel történő kereskedés során, ha az adott napi záróár és a következő napi nyitóár között jelentős különbség van, akkor hiába van a kettő közé elhelyezve a stop-loss megbízás, csak az alatta lévő szinteken teljesülhet a stop megbízás, ebből kifolyólag plusz veszteségeket, vagy adott esetben nyerességeket lennénk kénytelenek elkönyvelni, de ezt úgy hívjuk, hogy kockázat, és a kockázatot a lehető legjobban csökkenteni próbáljuk. Ilyen esetekben tanácsos a pozíció méretét csökkenteni, vagy pedig még napon belül lezárni az adott pozíciót. Rendkívül fontos a hozamkockázat aránynak a megfelelő beállítása, tehát nem csak stop-loss megbízást, hanem take profit, azaz profit realizálási megbízást is célszerű beállítani. Ebből kifolyólag egy egységnél nagyobb hozamkockázat arány is elérhető, tehát általában egy másfélszeres, kétszeres hozamkockázat arányjal, ha valaki kereskedik, az hosszú távon egy 50-50, tehát 50%-os találati arányjal működő stratégia esetében nagyon komoly profitot jelenthet. Tehát az egyik kulcsa a tőzsdézésnek a megfelelő hozamkockázat arány, illetve a megfelelő stop-lossnak a megfelelő elhelyezése. Ezen kívül a mentális nyomás is rendkívüli módon befolyásolhatja döntéseinket. Ezt igazság szerint rutinnal és rendkívüli fegyelemmel, türelemmel lehet csak csökkenteni, illetve a tőke allokáció kérdése is befolyásolhatja a kezdőbb kereskedőket. Csak akkora összeggel szabad kereskedni, aminek az elvesztése még nem befolyásolja a racionális döntéshozatalunkat. Egészen addig, amíg a kezdőbb kereskedők nem ismerik a jövőbeli potenciális nyerességeiknek, illetve veszteségeiknek az eloszlását, és nem rendelkeznek megfelelő rutinnal, addig célszerű demo számlán kereskedni, és hogyha megszerezték a szükséges rutint, akkor is csak fokozatosan növelni éles számlán a kezdetben a kezdeti tőkét. Ebből kifolyólag komoly veszteségektől kímélhetik meg magukat a befektetők, ami a későbbiekben rossz irányba eltorzíthatnák a kereskedési stílusokat, illetve elvehetnék a kedvüket a tőzsdézéstől. Tehát mindenképpen csak fokozatosan szabad elkezdeni nagyobb összegekkel kereskedni. A tőzsdézés egyik kulcsa, hogy megfelelő kötésszámot érjünk el éves szinten, tehát egy aktív kereskedő day trade, illetve swing trade pozíciók nyitása esetén körülbelül 200-300 pozíciót nyit egy éves időtávon. Ez azt jelenti, hogy semmilyen módon nem a kereskedési kényszer vezeti az adott befektetőt, tehát megfelelő számú instrumentumot, hogyha valaki figyel, követ, akkor tehát gondolok itt 10, illetve 20 instrumentumra, attól függően, hogy deviza, részvény, illetve kötvénypiacon vagy árupiacon kereskedik valaki. Ekkor, ha valaki csak egy 50%-os találati arányú stratégiával rendelkezik, de a hozamkockázat aránya jelentősen több, mint egy,
akkor már 2-3 százított pozíció esetén már elég szép eredményeket lehet elérni a tőzsdézés során. Éppen ez a munka része benne, tehát nem kaszinó, hogy néhány hatalmas pozíciót veszünk fel, hanem rendkívül sok kisebb pozíciót veszünk fel jó hozam kockázat arányjal. Ezáltal biztosítva van az, hogy hosszú távon a kockázatmentes hozamnál jelentősen jobb hozamot is el tudjunk érni.